Sorba álltak a katonatelepiek a Matthias János általános iskolánál. Ezen a hétvégén osztották ki a szelektív kukákat a városrész lakóinak. Szombaton és vasárnap összesen 925 darab hulladék gyűjtőedényt talált gazdára. Az átvétel helyéről és idejéről minden ott lakót kiértesítettek levélben. A kukák megszerzéséhez egy szerződést kellett aláírniuk az igénylőknek. A gyűjtőedénybe műanyag, papír és fémhulladékot lehet elhelyezni, azonban figyelni kell arra, hogy vegyszeres, zsíros, ételmaradékos hulladék használt papírsebkendő ne kerüljön az edénybe, ugyanis csak a tiszta hulladékot lehet újra hasznosítani. Fekete Gábor önkormányzati képviselő örül annak, hogy a körzethez is eljutott a kukák osztása, így végre kultúrátan történhet meg a szelektív hulladék gyűjtése. Fekete Gábor hangsúlyozta, a DTKH-nak köszönhetően az edények kiosztásával végre az a probléma megszűnik, hogy például a szél szétfújja a zsákokat és a bennük lévő szemetet az utcákban.